Ennek a permetező drónnak 30 literes a tartálya, 9 méter a munkaszélessége és 16 hektár per órás teljesítményre képes. Ideális választás a nagyobb kiterjedésű gazdaságok számára is, ha a taposási kár elkerülésével szeretnék permetezni ültetvényeiket. A drónok mezőgazdasági alkalmazása innovatív megoldásnak számít Kelet-Magyarországon. Ezek beszerzésére és fenntartására is lehetett pályázni az agráriumban dolgozó szakembereknek, de más támogatások is elérhetőek. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is támogatni fogják a zöld programokat, az innovatív témákat, továbbra is kiemelt szerepet jelent majd az élelmiszeriparnak a támogatása. Láttuk, hogy az utolsó időszakban, a Covid alatt, illetve most a háború alatt felértékelődött a mezőgazdaság, felértékelődött az élelmiszeripar, és az Európai Uniónak is fontos az ellátás biztonsága, a termőföldtől az asztalig való nyomon követés, illetve fontos az is, hogy új innovatív megoldások legyenek elterjesztve, plusz mellett a megújuló energiaforrásoknak az alkalmazása, hiszen látjuk azt, hogy a fosszilis energiáktól való függőséget nem csak Magyarország, hanem Nyugat-Európa is meg kell szüntetni. Ezen célok eléréséhez számos pályázati forrás áll a szakemberek rendelkezésére. Én azt gondolom, hogy forrás van bőven. Eddig is láttuk, hogy mondjuk a GINOP rendszerében volt egy nagyon szűkös forráskeret, addig például az állattartó telepek fejlesztésének első körében az 50 milliárdos alapkeretre még adta 250 milliárdot, így 300-310 milliárd volt az, amit szétosztottak. Tehát biztos vagyok benne, hogy a mezőgazdasági vállalkozók és az élelmiszeripari termelők is a következő években is élvezhetik ennek az ágazatnak a prioritását. A pályázatok pontos feltételeit és a közös agrárpolitika stratégiai tervének elemeit a napokban ismertették a mezőgazdasági szaktanácsadókkal és az agráriumban dolgozó szakemberekkel.